Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat. Látják mai vendégem Polhamer Jenő, a Movinov Kft. Ügyvezető igazgatója. A januári adásainkban elsősorban a Moson-Magyaróvári tulajdon cégek évértékelőjével kezdünk. Hát legyen ez most is így. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta igazgatóra a meghívást. Nem volt egyszerű év 2021, de még mielőtt erről kicsit részletesebben beszélnénk, az új nézők kedvéért mivel foglalkozik a Movinov Kft.? Köszöntöm én is a nézőket. A Movinov Kft. Fő profilja ingatlanfejlesztés, beruházások végrehajtása, önkormányzati projekteket viszünk végig, illetve hozzánk tartozik az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helységek kezelése. Ez mennyi ingatlant érint, így számszerűsítve, hogyan tudnánk ezt így elmondani a nézőknek? Az önkormányzati lakások és főként üzlethelyiségek az körülbelül 500 lakást jelent és egyéb helységet. Ezen felül hozzánk tartozik az ipari park, a Movin Park, meg a városban még néhány ingatlan. Milyen költségvetés mellett dolgozott a cég, illetve meséljünk egy kicsit a gazdasági állapotáról a cégnek? A Movinov Kft. Abszolút piaci alapon működik, tehát egy megbízási szerződés keretében látjuk el az önkormányzati lakáskezelést. Arra fordít az önkormányzat minden évben a költségvetésből, hogy ezeknek a karbantartására, illetve felújítására fordítsunk összeget. Ezen felül pedig a saját ingatlanainkkal gazdálkodunk, ebbe hajtunk végre fejlesztéseket, és ebből szerencsére nyereségesen tudunk gazdálkodni. Ezt kérdeztem volna, hogy mennyire érintette 2021 a nyereségességet. Milyen volt az elmúlt esztendő? Hát, ahogy szerintem minden cég életében, mi nekünk is azért számos kihívással kellett megküzdenünk. Nyilván a Covid hatása az minket is érintett, azért nagyon sokan, akik üzleteket működtetnek, különböző szolgáltatásokat nyújtanak, és ehhez helységet bérelnek, azért ott volt egy fajta izgalom vagy megtorpanás a bérlők tekintetébe. Számtalan bérlő jelezte azt, hogy nem úgy megy az üzletmenet számukra, hogy ahogy azt eltervezték. Ővelük egyénileg próbáltunk megállapodni abba, hogy nyilván nem volt célunk az, hogy egy vállalkozást bedöntsünk. Próbáltunk úgy megegyezni, hogy adott esetben bérleti díjat csökkentettünk, valamilyen módon hosszafizetési határidőt adtunk, hogy tudjanak ezek a kis vállalkozók működni. Mennyi ilyen volt, ki lehet ezt adni százalékban, mondjuk az egészhez képest, hogy hol kellett kompenzálni, illetve meddig tartható ez fenn? Hát a bérlőink körülbelül 15-20%-a fordult hozzánk kérelemmel. Valamilyen fajta könnyítés mindenkinek biztosítottunk. Én nagyon bízom abba, hogy ez most már így az év végére rendeződött, és hát hogyha nagyobb korlátozások nem lesznek 2022-ben, akkor azt gondolom, hogy ezekkel már nem kell élnünk. Ha jól tudom, akkor 2020-ban volt befejezett társasház projektje a Movinovnak. 2021-ben is voltak ilyen jellegű beruházásaik? Igen, volt az év vége, igen, adtuk át az Áhim András és a Tallós Prohászka utca sarkán található területen építettünk egy 15 lakásból és két irodából álló társasházat, amiben szerencsére minden lakás és minden helységet értékesítettünk. Ilyen befejező munkák vannak hátra, meg a használatba vételi engedély megszerzése, de már bent laknak a lakók, az irodák működnek, úgyhogy befejeztük a projektet. Beszéljünk egy kicsit a környezetről, hiszen óriási mondjuk díjnövekedés volt, mind kivitelezésben, mind alapanyagárakban, ingatlanárakban. Merre felé tart a piac? Szóval eddig növekedhetnek még az ingatlanokhoz kapcsolódó bármilyen költségek?
Hát ezt nagyon, nagyon boldog lennék, ha ezt így egy ilyen üveggömbön keresztül látnám előre, mert azért ez egy nagyon nehézé teszi a feladatunkat. Gyakorlatilag például ezt a társasház projektet úgy indítottuk el, hogy igazából nem tudtuk azt, hogy milyen árak lesznek a végére. Tehát tényleg mondjuk faanyagban 50%-os alapanyag ár növekedés volt. Nyilván egyetlen vállalkozó se tudja ezektől a költségektől függetleníteni magát. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat volt, hogy úgy becsüljük meg az árakat, hogy úgy tudjunk értékesíteni, hogy igazából még nem ismerjük a végszámokat a kivitelezéssel kapcsolatban. Ez szerintem mindenkit nagyon óvatosságra int a piacon. Hát én azt látom, hogy Mosonmagyaróváron még mindig nagy a kereslet az új építésű ingatlanok iránt. Még mindig nagyon sokan költöznek is ebbe a régióba, illetve azért a kormányzati intézkedések még az irányba mutatnak, hogy segítik az új lakáshoz jutókat, a fiatal családokat, és ezzel sokan élnek. Talán azt mondta a beszélgetés elején, hogy 500 lakást, bérleményt kezel a Movinov. Ezek ilyen mind önkormányzati bérlakások? Ezek önkormányzati bérlakások, ezek alapvetően három csoportba vannak sorolva. A döntő többsége a szociális bérlakás. Van egy jelentős számú szakemberlakás, ami a városban dolgozó tanárok, rendőr, tűzoltó, tehát közszolgálatában dolgozó emberek nyújthatják be ilyen bérlésre az igényüket, illetve van egy szűk kör, ami abszolút piaci alapon van bérbeadva. Nagy igény mutatkozik ezekre a lakásokra? Tehát lenne több igény is, akár ilyen önkormányzati lakások bérbeadására? Igen, ez mindig, amióta én a Movinov Kft-nél vagyok, mindig is ez volt a probléma, hogy igazából szűkösek a lehetőségek. A szakember lakásnak a lehetősége, nagyon sok távolabb dolgozó szakembert csábít ide, hogy konkrétabban fogalmazzak, mondjuk a kórház többször élt ezzel a lehetőséggel, hogy úgy tudott egy szakembert a városba csábítani, hogy azt mondta, hogy ő tud abba segíteni, hogy lakást biztosít számára. És a szociális bérlakásokra mekkora igény van, mekkora túljelentkezésre? Egyáltalán hogyan lehet hozzájutni a szociális bérlakásra? A szociális bérlakásnak nagyon szigorú feltételek mellett lehet az igazgatási osztályon benyújtani ilyenre az igénylést. Ott nyilván megvizsgálják a szociális rászorultságot, és hát azt kell, hogy mondjam, egy hosszú várakozási idő után lehet ebbe bekerülni. Van esetleg ilyen terv a közeljövőben, középtávú célokként, hogy esetleg növelni a szociális bérlakások számát? A szociális bérlakások számának a növelése is fölmerült. Ehhez keressük a pályázati lehetőséget, az elmúlt években ilyen nem volt. Szakember lakásbővítésre volt lehetőség, azzal éltünk is. Beszéljünk 2022-ről, mik a legfontosabb tervek, célok a cég számára 2022-re? 2022 talán legnagyobb feladat az itatónál lévő ingatlan fejlesztés, erre az önkormányzat nyújtott be egy pályázatot. Ez melyik konkrétan? Ez amit a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület használ a Strand utcába, annak a sporttelepnek a fejlesztésére nyert több mint 300 millió forintot a város, hogy ott egy kiállítótér és sportkomplexumot hozzon létre. Ennek a tervezési munkái befejeződtek, engedélyezés alatt van a terv, és a 2022-es évben megépül. Akkor azt akarom kérdezni, hogy ez mikorra? Akkor beszéljünk egy kis tervről, hogy fog kinézni, meg mit kell róla tudni, milyen funkciójában, mit fog még adni, ami eddig nem volt? Hát a Strand utca 16 szám alatt van egy csónakház, ami az önkormányzat tulajdonában van, és a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület egy használati szerződést kötött az önkormányzattal
Erre. Hát ahol a Voluta szokott lenni, tehát ahol a Voluta szokott lenni. Van egy edzőterem is, ugye ez egy viszonylag új építésű edzőrész, van egy belső edzőterem. Igen, van egy kis edzőterem, de gyakorlatilag amikor ezek épültek, akkor hát kevesebb, mint a fele gyerek járt oda sportolni. Azóta a vízisportoknak ilyen, hát hogy mondjam, fellendültek a vízisportok a városba. Nagyon népszerű lett, és hát kinőtték a gyerekek ezeket az öltözőket, ezeket a konditermeket, és az volt a város elképzelése, hogy ez erre benyújt egy pályázatot a megyei önkormányzat felé, egy topos pályázatot, amit sikerült elnyerni, és ebből tudjuk az egész komplexumot fejleszteni. Hogyha adnak ezek a munkálatok, hogy mikor kezdődnek, meddig kell befejeződnie? Tavalyi év végéig volt a tervezőnek határideje arra, hogy a terveket elkészítse, ezeket benyújtotta engedélyezésre az év utolsó napjaiba, 2021 utolsó napjaiba. Úgyhogy 2022 körülbelül februárra lesz meg az építési engedély, onnantól a közbeszerzés kiírása, és aztán kezdődhet a fizikai kivitelezés. Szociális bérlakásokról beszéltünk, szakemberlakásokról is, projektekről is épít a Movinov új társasházakat? Van olyan telkünk, ahova szeretnénk tervezni egy új társasházat. Mindig a Movinov mindig a kisebb társasházak építése irányába ment el, mi nem akarunk ebbe a legnagyobbak lenni a piacon, van ezen felül más feladatunk is, de úgy érezzük, hogy azért ez egy nyereséges üzletág, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezt folytatni. Személyi állományát nézve, mekkora cég a Movinov, hányan dolgoznak a cégnek, és mennyi családnak ad tulajdonképpen munkát Moson, Magyaróvár környékén? 10 fő a Movinov, tehát nem vagyunk egy nagy cég. Sok helyi vállalkozónak adunk úgymond munkát azon keresztül, hogy ez az 500 lakás ennek a karbantartási, felújítási munkálatain keresztül sok kis vállalkozóval vagyunk kapcsolatban, úgyhogy őnekik, és azért ez egy folyamatos munka megrendelés. Minden cégvezetőtől megkérdeztem, hogyha kívánhatna valamit 2022-re, mi legyen az, öntől is megkérdezem. Hát én azt szeretném, hogyha túl lennénk ezen a vírusos helyzeten, és egy kicsit a régi életünket visszakapnánk, attól nagyon boldog lennék. Köszönöm szépen igazgatónak, hogy elfogadta meghívásunkat. Polhamer Jenő, a Movinov Kft. Ügyvezetője volt mai vendégünk. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra.